Köszöntöm a nézőket, önök a négy szem köztöt látják, és a mai alkalommal itt a stúdióban köszönhetem vendégemet, Diósd város polgármesterét, Spéth Gézát üdvözlöm. Nagyon szépen köszönöm, én is üdvözlöm, és a kedves nézőket is. Mint ahogy itt említettem, Diósd város lett, úgyhogy ezzel is fogunk foglalkozni itt a mai műsorban. Július 15-től lehet számítani már a városok között Diósdot, de előtte azért még így általánosságban, ami a települést, illetve a várost érinti, a csatornázás, hiszen itt nem csak Diósd érintett ebben, hanem Érd és Tárnok is. Legutóbb volt itt nálunk Szolnoki Gábor Tárnok polgármester, vele is beszélgettünk a csatornázásról. Diósdon most jelen pillanatban hogy állnak a munkálatok, a diósdiak mit tapasztalnak ezekben a napokban, hetekben? Hát szerencsére nálunk a építés az körülbelül 1%-nyi vonalnak a megépítése van hátra. Ez jó ütemben haladt, tulajdonképpen azok vannak még hátra egy kivétellel, amelyek pótmunkaként kerülnének be a projektbe. Ezeknek a engedélyeztetése van folyamatban NFÜ-nél és a szakhatóságoknál. Ez mit jelent ez a pótmunka? Hát jó néhány olyan utca volt, amely magántulajdonban volt. Magánutakon eredendően nem került a programba, csak akkor, amikor a tulajdonviszonyok rendeződtek, és lemondtak az önkormányzat javára. Hát ezeknek a tervezése ugye megtörtént, és mintegy 600 millió forintot szeretne még a társulás erre, ezekre a munkákra, és nem csak Érden, hanem Diósdon is, és mondjuk az összegnek a nagyobb része Érden kerülne beépítésre. Ezeknek a jóváhagyása van folyamatban, és akkor erre egy külön közbeszerzést kell kiírni, és reményeink szerint azok a vállalkozók fogják nyerni, akik eddig is végezték ezt a munkát. Jó ütemben haladnak, voltak ugyan reklamációk, de szerencsére ezek rendeződtek általában. A lakosságnak szeretném külön megköszönni azt a óriási türelmet, amellyel ez a munka ott terhelte őket, és ők igazából tűrték. Az utak helyreállítása is folyamatban van, az is jó ütemben halad, általában igyekszünk ugye mindig egy kicsivel többet csináltatni, mint amennyit a szerződés szerint a kivitelezőnek kéne. Ezt vagy a saját költségvetésük terhére tudjuk velük rendezni, de az önkormányzat eddig mintegy 30 millió forint értékben különféle utakon, utcákon rendelt meg olyan munkákat, amelyeket kár lett volna kihagyni most a csatornaépítés után. Egyrészt azért, mert ott a kivitelező, és ott vannak a gépek, meg az emberek, olcsóbb megcsináltatni, mint ha erre külön szereznénk majd kivitelezőket. Másrészt pedig, ami a leglényegesebb dolog, és engem is ez vezérel, meg a képviselőtestületet is, hogy egy élhetőbb, komfortosabb Diósd váljon a csatornaépítés befejezése után mindenkinek a megelégedésére. Rákötések. Mikor lehetnek a kérdések? Hát a rákötések kérdése az valószínűleg szeptember második felébe kezdődhetnek el. Jelenleg ugye a különféle szakaszoknak a kamerás próbája, a víztömörségi próbája van, és a műszaki átadás átvételi folyamatok, amelyet hát végül is a szakhatóságokhoz be kell nyújtani, el kell velük fogadtatni, és ha megadják az üzemeltetési engedélyt, akkor lehetséges ez. Tehát nem elég az, hogy a csatorna a földben van, hanem ennek van még eléggé hosszú útja ahhoz, hogy az élőre lehessen kötni. Reményeink szerint minél hamarabb, azokon a helyeken lehet elsősorban, ahol már megvan a befogadói és tudja fogadni a beérkező többletszennyvizeket, ahol átemelők vannak, ott valószínűleg húzódni fog, és lehet, hogy jövőre, mert hogyha hideg lesz a tél, vagy már a november, akkor ezeknek a munkáknak ugye különféle problémát jelent a hideg, plusz 5 fok alatt ezekkel a csövekkel, anyagokkal nem dolgozhat a kivitelező, az átcsúszhat jövőre, de reményeink szerint befejeződik rövidesen, néhány hónapon belül teljesen ez a beruházás.
házi átemelő kérdése mennyire érinti a diósdiakat? Hát jó néhány helyen van, főleg a Diós központjától észak-nyugatra lévő területeken, a Vadvirág utca, illetve inkább a Pillangó utca fölött lévő ingatlanokat. Hát végül is ott csak abban azokban az utcákban van betervezve, hogy a beruházás része, ahol egyébként is nyomott vezeték van, ahol egyébként gravitációsan rá köthető, nem köthető rá, de a telek előtt elmegy a csatorna, hát ott a lakosságot terrelik az átemelőknek a kérdése. Ebben a projektben mi igyekeztünk, hogy a lehető legkevesebb helyen legyen átemelőre szükség, és ezt próbáltuk minimalizálni, és hát sajnos teljes egészében ez nem megoldható, mert olyanok ott a földrajzi telepviszonyok, de mindenhol, ahol ezt lehetett, próbáltuk szolgálmi jogok megszerzésével, még ingatlanvásárlással is, hogy megoldható legyen a gravitációs rákötés. Mint ahogy műsorunk legelején is említettem, július 15-től Diós neve is bekerült a városok jegyzékébe. Milyen szándék vezérelte a település vezetését, hogy elinduljon ezen a pályázaton, amelynek köszönhetően aztán várossá válhatott Diós? A csatorna beruházás mellett Diós történetének legjelentősebb állomása az, hogy az egykor kis településből ma már város lett. Ez a sok évtizedes munkának köszönhető, amely még a tanácsi rendszerbe kezdődött, és azt követően pedig felgyorsulva a 90-es évektől átment fejlődésen ez a település. Nem csak a lélekszáma növekedett rohamosan, hanem ehhez próbálta a mindenkori önkormányzat igazítani azokat az intézményeket, amelyek működése, léte feltétele annak, hogy egyáltalán a pályázatot be lehessen nyújtani. 17 szempontot értékelt a bizottság, és a mi pályázatunkat is jónak tartotta és támogathatónak. Ezúttal is köszönöm mindenkinek, aki közreműködött ebben a projektben, és a lakosságnak persze, ugye, mert az ő támogatásuk és a segítségük nélkül ez nem jöhetett volna létre. És nagyon szeretném megköszönni ezúttal is a dr. Aratki András országgyűlési képviselőnek azt a lobby tevékenységét, amelyet folytatott azért, hogy Diósd város legyen. Amikor ő országgyűlési képviselő lett, amikor bejött hozzám az irodába, az volt a kérdés, se az első, hogy és mikor lesz város Diósd? Mondtam, hogy András, azért szólítom így, miután több évtizedes ismerettség fűz hozzá is baráti viszony, együtt meg tudjuk csinálni. Sikerült, ezúttal köszönöm neki, nagyon hálásak vagyunk. Milyen elvárások vannak mostantól kezdve, úgyhogy most már Diósd város? Vannak-e különleges kritériumok, aminek meg kell felelni majd a jövőben? Hát tulajdonképpen minden olyan feltételünk az megvan, csak tovább kell fejleszteni néhány területen, ami a városi címhez elengedhetetlen. Ugye az előbb beszéltünk a csatornázásról, hogy a közműhálózat az ugye 100%-os lesz éppen emiatt. Az összes közmű már korábban is adott volt, mindenki számára elérhető, de amiben még fejlődnünk kell, és szeretnénk a jövőben a hivatalt olyan szintre emelni, ahol normális szakszerű munkavégzést lehet tenni, mert ez a régi hivatal, ez egy lakásokból átalakítgatott építmény, jócskán több mint 100 éves, nagyon sok probléma van a falakkal, vízesedéssel, egyéb statikai problémái is vannak. Ezt szeretnénk a városi ránkhoz méltóan kialakítani, és ehhez kapcsolódóan a környezetét. Meg szeretnénk ugye bővíteni a művelődési házat, jelenleg a közösségi ház van az, ahol a civil szervezetek és az önkormányzat különféle programokat tud megrendezni, bár vannak erre alkalmas helyek, ami még a műfászhoz tartozik, a könyvtár, meg a
a AMK tornacsarnok, a sporttelep egy része és a tájház, de ettől függetlenül kellene egy olyan, ahol egy kisebb színházterem és a civil szervezeteknek több olyan helysége lenne, ahol a tevékenységüket zavartalanul tudják csinálni. Erre vannak tervek, de valószínűleg ezeket a terveket át kell majd dolgozni, pontosan amiatt, hogy csak abban az esetben van esélyünk, ha esetlegesen kiírt pályázatokon, ha ez ma a 21. századnak megfelelő fűtésrendszerrel, energiatakarékos üzemmel látható el, és én azt gondolom, hogy erre minden lehetőségünk adott lesz a következő években. Ezt mindenképpen hát tovább kell fejleszteni az intézményeinket, szinten tartani van, ahol fel kell újítani, vagy kell bővíteni még, de hát minden településen vannak ilyen jellegű feladatok, azokban, amelyeken nem a lakosságszám csökkenése a tendencia, hanem azokban, ahol ez a folyamat nem állt meg, és folyamatosan érkeznek a új városlakók. Hát ez Diós vonatkozásában még elég jelentős szám, 50-60 ember per hónap beköltözőknek az aránya, és fiatalok is hozzák a meglévő kisgyerekeket, vagy már mikor itt laktak, akkor született a baba. Ennek nagyon örülünk, Diósdon pozitív a halálozási ráta, tehát több gyerek születik, mint ahányan meghalnak, ez több, amellett, hogy a fantasztikus dolog az, hogy születik egy gyerek, és van, és nő, és aranyosak minden korban. Én jó magam 5 gyerekre dolgoztam eddig életemben, és ezt nem bántam meg, mert ez egy nagyon pozitív dolog mai napig. Nagyon szeretem őket, és fordítva is működik ez a kapcsolat. De hát a lényeg az, hogy ezeket az intézményeket kell olyan szintre emelni, hogy kiváltható legyen a bölcsödé, vagy az óvodában lévő konténeróvoda. Persze nem kell arra gondolni, hogy ez egy valami lepukkadt felvonulási területnek számít, ez egy nagyon kultúrált, mindennel berendezett létesítmény, de ugyanakkor a ifjúságúti óvodában is már volt a bővítési vagy felújítási igény. Az élet nem áll meg, nagyon sok feladat van, amit a jövőben, mint városnak, újdonsült városnak el kell végezni. Nagyobb eséllyel indulnak a pályázatokon? Hát ami egy pozitív dolog a városi cím mellett, valamivel jobb a finanszírozás, a normatív, illetve nem is normatív, hanem feladatfinanszírozás, és ráadásul nagyobb esélyünk van nagyobb összegű pályázatokon indulni, mint nagy községnek, és ez egy nagyon-nagyon lényeges dolog a jövőt illetően. Persze ahhoz, hogy ezeket ki tudjuk használni, ehhez kell az, hogy legyenek erre a közép-magyarországi régióra és az agglomerációra is érvényes kiírt pályázatok. Meg fogjuk ragadni, hogyha van ilyen lehetőség, és ezeket a célokat megpróbáljuk ugye továbbra is szem előtt tartva megvalósítani úgy, hogy a lakosságnak a komfort érzete tovább nőjön, és egy élhető és egy színvonalasan működő település legyen. És a várossá nyilvánításhoz kapcsolódik tulajdonképpen a következő program, amely augusztus 19-én lesz, és ez pedig a városavató ünnepség. Mivel készülnek erre a jeles eseményre? Hát tulajdonképpen szerettük volna, hogy ez a városavatás ugye Szent Istvánhoz és a augusztus 20-ához kötődjön. Azért lett 19-e ennek a dátuma, mert nagyon nehéz a felső vezetőknek az időbeosztása, nagyon sok felé kell menni, és 20-án pedig ugye egy állami ünnep, és még nehezebb találni valakit, aki felvállalja, hogy a város kulcsát ünnepélyesen átadja. Hát nekünk szerencsére sikerült, és a vidékfejlesztési miniszter úr Fazekas Sándor fog eljönni hozzánk,
az ő idejéhez lett szabva a ünnepség, tehát reggel 9 órakor kezdődik a Szent István téren, mert a miniszter úrnak tovább kell menni, mert aznap még kormányülés van, és azt követően pedig ugye színes programokkal fogjuk szórakoztatni a diósdiakat, meg a környékbeli lakókat, de azért néhány szót a részletekről a ünnepséggel kapcsolatosan. Meghívtunk vendégeket a testvérvárosokból, meghívtuk a környező települések polgármestereit, jegyzőit, a nagyobb vállalatok vagy intézmények vezetőit, és a díszpolgárainkat, de hát tulajdonképpen hivatalos az egész város, az egész a lakosság minden egyes tagja, az újságban is megjelent a program, illetve az újságon belül egy kis szórólappal is mindenkit megpróbáltunk megkeresni. Ennek az újságnak a terjesztése ez jelenleg van folyamatban, tehát ma, holnap meg fogja kapni a lakosság. Hát csak egy pár mondatot erről, reggel 8-kor kezdődik egy térzene, fellép a budapesti huszárzenekar, játszanak a 9 órai ünnepség kezdetéig, akkor felsorakoznak a huszárok a színpad körül, és ezt követően kezdődik az ünnepi beszéd, itt felszólal majd a országgyűlési képviselőnk, Karacki András és a miniszter úr, valamint jó magam, hát én inkább a település múltjával foglalkoznék, és néhány szóval térnék csak rá ki a városnak a előnyeire, illetve a köszönet nyilvánításra, amelyet ugye meg kell tennünk mindazok rámára, akik ebbe segítettek. Ezt követően pedig Varga Miklós koncert lesz, és a gyerekeknek pedig délután lesz egy műsor, és a Polya Bea koncertje, ő egy jelenleg országosan ismert sztár énekesnő. Hát és 20-án pedig délután kezdődnek a programok a Szent István téren a gyerekeink és a felnőtt táncosainknak a bemutatkozásával, fellép a óvoda, iskola, illetve a Pesovár Művészeti Iskolának a diósdi növendékei, valamint a Naprózsapa együttes. Azt követően pedig lesz egy műsor, egy zenekar és egy gyerekműsor, és este pedig lesz a korál zenekar Barázs Fecóval. Amit én az előző napról, 19-éről elfelejtettem elmondani, és jó, hogy van nálam egy meghívó, ez pedig az, hogy a Summerfest diósdi állomása is akkor este történik, este 8 órától 5 külföldi együttes Koreától kezdve egészen Afrikáig, Svájc, Szerbia és még egy ország, ez most sajnos nem jut eszembe a felsorolásból, de nagyon színvonalas és nagyon szép műsorokkal várjuk a hozzánk látogatókat, nagy szeretettel. Örüljenek együtt a diósdiakkal annak, hogy elértünk egy olyan fejlődési szintet, amely, hát én úgy gondolom, hogy egy rangot is jelent, nem csak a térségünkben, hanem országosan is. Egy dinamikusan fejlődő, fiatalodó város lett Diósd, és ezúttal szeretném még egyszer megköszönni a lakosságnak, hogy ebbe partner volt, és ebbe a munkába segített. Köszönöm mindenkinek. Polgármester úr, köszönöm szépen, hogy itt volt, és még egyszer akkor engedje meg, hogy én is hadd gratuláljak a városi címhez, és hát nagyon sok sikert és jó munkát kívánok a jövőre nézve is. Nagyon szépen köszönöm. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, a négy szem köztöt látták. Műsorunkat megtekinthetik a www.érthiradó.hu internetes portálon. Maradjanak velünk a folytatásban is. További kellemes szórakozást kívánok mindenkinek. Viszontlátásra!